Emelkednek a malomipar árai. A béremelés, az áram áremelkedés és a búzár növekedésének köszönhetően lesz drágább a liszt a következő hónapokban. Népszerű a mikrohitel, több mint 14 milliárd forintot utalt a Primum Alapítvány a megyei vállalkozásoknak az elmúlt 25 évben. Kismamák a munkaerőpiacon, három jogi szabályozás is védi a gyesen és gyeden lévő édesanyákat. Tízszázalékkal emelkedik a lisztára a következő hónapokban. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ez a 12%-os béremelésnek, az áram 30%-os áremelkedésének és a búza ár tonnánkénti 7000 forintos növekedésének köszönhető. A szakemberek szerint ez tovább fog gyűrűzni a sütemények és a kenyér árába is, azonban a liszt árának növekedése nem lesz olyan mértékű, hogy azt a fogyasztók sérelmeznék. Éves szinten maximum 600 forintos drágulást tapasztalhatnak majd. Tavaly országos szinten közel 960 ezer hektáros területről 8 millió tonna búzatermést takarítottak be a gazdák. Ennek körülbelül fele étkezési búza volt. Az aratási időszak után 15%-kal emelkedett a lisztára, a következő hónapokban pedig további 10%-os növekedés várható a szakemberek szerint. Három összetevője van most a liszt áremelkedésének. Egyik, hogy a malomipar igazából még a 2017-es béremelés sem árazta be, és ugye ebben az évben is egy 12%-os kötelező minimálbér, illetve béremelés van a vállalatoknál, tehát ez minket is érint részben költségben, illetve pedig aki hozzánk beszállítja a dolgait, azokat is érint, tehát ők is növelni fognak. A másik, hogy akik nincsen több éves szerződés, csak egy éves szerződése volt az E.ON-nal, vagy az E.M.A.S-szal, vagy az áramszolgáltatókkal, 30%-kal növekedett meg az elmúlt esztendőhöz képest most az áram ára. Egy bizony a malomipar az elég sok áramot használ fel, nyilván az őréshez, mert nagyon sok villanymotorral dolgozunk. Ez a kettő kisebb költség tényező, és igazából a legnagyobb a búza áremelkedése. A búza ára tavaly augusztusban és szeptemberben tonnánként 43 ezer forint volt, most akár 49-50 ezer forintot is elkérhetnek a termelők a jó búzáért. Ez 6-7 ezer forintos emelkedést jelent tonnánként, amit a szakemberek szerint az iparág nem tud kezelni, ezért tovább fog gyűrűzni a kenyér árába is. A számítások szerint ez kilónként 6-8, maximum 10 forintot jelent majd. Egy ember itt Magyarországon kb. 80 kilónyi lisztet fogyaszt el egy évben, mindenféle formátás, sütemény, kenyér, tészta formájában. Tehát az 80 kilónál egy 7 forintos áremelés mondjuk azt jelenti, hogy 560, maximum 600 forintos emelés várható éves szinten. Költségnövekedésben egy fogyasztónál. Hát ez úgy gondolom, hogy a fogyasztókat nem fogja megrendíteni önmagába a lisztárnak az emelkedése, de nyilván tovább fogban gyűrűznek kenyér áremelésbe is. Azonban ez minden vállalatnál különböző időben és mértékben lép majd életbe. A cukrászipar és a tésztagyárak már jobban meg fogják érezni ennek a súlyát. Összességében tehát a liszt és a kenyér ára is jelenleg a búza függvénye. Magyarországon hirtelen emelkedett az ára, ezért most nem lehet kezelni a szakemberek szerint. Ha az előttünk lévő időszakban a búza ára lefelé menne, azt azonnal követi majd a liszt ára is. Ma már 10 millió forintos mikrohitelt is felvetnek a mikro- és kisvállalkozások. A Primum Alapítvány az elmúlt 25 évben folyamatosan biztosította ezt a fajta hitelezést a megyében. Ez idő alatt 4500 vállalkozásnak 11 milliárd forint hitelösszeget és több mint 3 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást utaltak. A mikrohitel minden ágazatban népszerű. Az 1990-es évek elején indult el az úgynevezett mikrohitel hitelezési folyamat Magyarországon. Ennek célja, hogy a banki forrásoknál olcsóbban fejlessze a mikro- és kisvállalkozásokat, valamint támogassa tevékenységüket. Mikrohitelt akár kezdő, gazdasági múlttal még nem rendelkező vállalkozás is igényelhet. Kamata fix 3,9%, a maximális felvehető összege pedig 10 millió forint. Ez a felvehető összeg a program indulásakor még jóval alacsonyabb volt. Akkor egy egész kis összeg, 300 ezer forint volt a hitelnek az összege, amit akkor is, és tulajdonképpen most is mikro és egyéni vállalkozók vagy kisvállalkozások vettek igénybe. Ez aztán folyamatosan emelkedett az összeg, lett 500 ezer forint, 1-1-es vagy 1 millió 100 ezer forint, és így tovább most már 10 milliós nagyságrendben is lehet felvenni hitelt. A hitel célja induló vagy működő vállalkozások új beruházásának, forgóeszközeinek finanszírozása. Beruházási célra a felvett hitel esetében legfeljebb 8 év lehet a futamidő, forgóeszköz finanszírozása esetén pedig legfeljebb 3 év.
Fontos feltétel, hogy az igénylő ne álljon csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt. A foglalkoztatottak létszáma maximum 9, a vállalkozás előző évi nettó árbevétele pedig legfeljebb 200 millió forint lehet. Fontos, hogy a vállalkozás székhelye Magyarország legyen, és legalább 75%-ban magyar tulajdonban álljon. Ezeknek a feltételeknek számos vállalkozás megfelelt az elmúlt évek során a megyében. Több mint 25 éve folyik a Pilum részről és a megyében a hitelezés. Ez 4500 vállalkozást érintett eddig. Összesen 11 milliárd hitel összeget és 3,3 milliárd visszatérítendő támogatást adtunk ki eddig. Pillanatnyilag 617 ügyfelünk van, és 2 milliárdot meghaladó kihelyezett összeg van a igénylőknél. Ebben az évben is már több vállalkozás részére történt hitel elbírálás. A tavalyi évben 18 vállalkozásnak adtunk több mint 200 millió forint összegű hitelt. A Primum részéről ez nem csak egyszerű banki tevékenység. A hitelezést követően folyamatos a kapcsolattartás a vállalkozásokkal, végigkövetik a fejlesztést, és más akár pénzügyi tanácsadással is segítik annak tevékenységét. Három jogi szabályozás is védi a gyesen és gyeden lévő édesanyákat. A munkatörvénykönyve egyértelműen leírja, hogy nem lehet megszüntetni a kismamák munkaviszonyát a fizetés nélküli szabadságuk alatt. A munkáltató ezt mégis kezdeményezi, a munkavállaló kártérítésre tarthat igényt, amelynek maximális összege 12 havi távolléti díj. Bár törvény védi a várandós édesanyák állását, mégsem ritka, hogy gyes vagy gyed ideje alatt megszűnik valakinek a pozíciója, vagy nincs foglalkoztatásban, amikor megérkezik a legújabb családtag. Pedig az édesanyákat számos munkajogi szabályzat is védelmezi, amíg munkahelyüktől távol vannak és gyermeküket nevelik. A kismamák esetében az úgynevezett bűvös száma 3, hiszen a felmondási tilalom, a felmondási korlátozás és a részmunkaidős foglalkoztatás jogi szabálya is védik az édesanyákat. A kismamának a fizetés nélküli szabadsága ideje alatt felmondani nem lehet. Felmondási tilalom alatt áll a kismama. Abban az esetben, ha a kismama a gyermek második életévének betöltését követően úgy dönt, hogy visszaáll dolgozni, ugye ez elég gyakorta előfordul, akkor is a kismamát védelem illeti meg a gyermeke 3 éves korának betöltéséig, ugyanis itt jön szóba a felmondási korlátozás, tehát ebben az esetben a munkáltató csak akkor mondhat fel a munkavállalónak, a gyedről visszatért kismamának, ha az összefüggésben van a felmondás indoka a kismamának a képességével, a munkakörhöz szükséges képességével, a munkáltató működésében rejlő okkal, vagy a kismamának a munkaviszonnyal összefüggésben tanúsított magatartásával. És a harmadik bűvös szó, ez a részmunkaidős foglalkoztatás. Lényeges szabály, hogy a munkáltató felmondását köteles megindokolni. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. A munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csak olyan okból szüntethető meg a munkaviszony, amely azonnali hatályú felmondási ok is lenne. Értelemszerűen ez az indok nem merülhet fel, amíg a kismama nem végez munkát. Abban az esetben, hogyha felmondási tilalom alatt a munkáltató felmond a kismamának, akkor ebben az esetben az érintett munkavállalónak, a kismamának joga van a felmondást megtámadni a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt. Az idő alatt, amíg a per folyik, nyilvánvalóan a gyes és a gyed az továbbra is folyósításra kerül. Azért fontos, hogy a felmondás indoklása megfelelően kerüljön megfogalmazásra, mert amennyiben az nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, a munkavállaló a jogellenesség megállapítása esetén elmaradt jövedelem címen kártérítésre tarthat igényt, amelynek maximális összege 12 havi távolléti díj. A felső légúti hurutok, influenzás megbetegedések megelőzése miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház 2018. február 5-től visszavonásig részleges látogatási tilalmat rendelt el. A tilalom érvényes a József András Oktató Kórház, a Máté Szalkai Kórház, valamint a Fehér Gyarmati Kórház is gyógyfürdő, szülészet, nőgyógyászati, gyermekgyógyászati, újszülött, pulmonológiai, krónikus belgyógyászati, ápolási, onkológiai, anesteziológiai és intenzív terápiás osztályain.
Egy esetleges kormányváltás esetén ismét az önkormányzatokhoz kerülnének az iskola fenntartói feladatok. Ez az MSZP és a Párbeszéd koalíciójának egyik fontos oktatáspolitikai lépése. A Magyar Szocialista Párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján az is elhangzott, a jövőben a GDP 6%-át fordítanák az oktatásra és annak fejlesztésére. Csabai Lászlóné azt is hozzátette, minden településnek biztosítani kell a világnézetileg semleges oktatási intézmények működését. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan településeken, ahol ma csak egyházi intézmény van, ott a világnézetileg semleges intézményeknek is biztosítani kell feltételeket, hogyha a szülők ezt igénylik. És szeretnénk visszaadni az önkormányzatoknak, az intézmény fenntartásnak a lehetőségét. Az oktatás, a lakhatás és a bérek területén van szükség változásra, hogy itthon maradjanak a fiatalok, véli Farkas Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője. A párt sajtótájékoztatóján elhangzott, az elvándorlási statisztikákból az derül ki, hogy Szabolcs megyéből költöznek el a legtöbben. Az a helyzet, hogy ma egy fiatalnak nagyon bizonytalan a jövője, nem nagyon tudnak tervezni, és nem nagyon tudnak itthon boldogulni. Nem véletlen, hogy sok százer fiatal döntött már úgy, hogy külföldre megy. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem kalandvágyból, nem önként, hanem leginkább kényszerből, a megélhetés miatt választották ezt az utat. Sajnálatos módon a kormány nem foglalkozik ezzel a problémával, leginkább bagatelizálni próbálja az elvándorlás kérdését, és ezzel nagyon súlyos károkat okoz az országnak. A Jobbik ezzel ellentét bent kiemelten kezeli a fiatalok problémáját. Retro kiállítás nyílt a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Ebben a tematikában az idei már a harmadik tárlat. A kiállított tárgyak között olyan technikai tárgyakat, játékokat és a mindennapi élethez szükséges eszközöket tekinthetnek meg az érdeklődők, amelyeket a 80 évvel ezelőtti generáció használt. Nekem is van otthon egy Csodálkozó, érdeklődő tekintetek a Móricz Zsigmond könyvtárban. Február 6-ától immár harmadik alkalommal nyílt régiségeket bemutató retro kiállítás. Az érdeklődőknek több mint 200 tárgy segít megismerni a régi kort, amelyek között találhatunk híradástechnikai eszközöket, régi pénzérméket, vagy akár a 90-es évek első mobiltelefonjait is megcsodálhatjuk. A kezdeményezéshez a Nyíregyházi Arany János Általános Iskola és Gimnázium is csatlakozott. Én azt gondolom, hogy minden iskolának egy ilyen kezdeményezéshez kapcsolódni kell, csatlakozni kell. Nagyon fontosnak tartom, hogy a mai fiatalság megismerje a múltat, találkozzon azokkal az eszközökkel, használati cikkekkel, játékokkal, amit annak idején a szüleik, a nagyszüleik használtak. Hogy hogyan is kapcsolódunk hozzám? Az egész kiállításnak a főszervezője Bence Sándor úr, aki valamikor a mi iskolánkban dolgozott, és akkor mesélt róla, hogy neki milyen tervei, elképzelései vannak. És nagyon örülök annak, hogy itt a megyei könyvtárban lehetőséget kap arra, hogy az elképzeléseit, a terveit megvalósíthassa, és megoszthassa a mai emberekkel, főleg a gyerekekkel, a fiatalokkal, akiknek azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon tanulságos és hasznos kis kiállítás és tanulmányozás lehet. A több száz kiállítási tárgy közül a legrégebbi egy 80 éves mozdonylámpa. Bence Sándor elmondása szerint sok tárgyról már nem is tudja, milyen úton került a birtokába, hiszen évekkel ezelőtt még nem szerette a régiségeket. Én körülbelül 4 éve nem olyan régen gyűjtögettem, azelőtt nem szerettem a régiségeket, odaajándékoztam nagyon sok minden, és csak úgy jött egy nap, kimentem a régiségpiacra egy vasárnap, és onnan kezdte, láttam, hoppá, az apámé volt, evel én játszottam ilyen játék, olyan játék, és akkor kezdtem úgy. Ez benne van a génekben, hogy mondják, nem akárki gyűjt. Nagyon sok gyűjtő van szakosítva, mindenfélék vannak itt, rádió, irazástechnikai gyűjteményen rendelkező, nagyon szép dolgok. Aztán vannak szalvét, a sörelátét, szakosítva van sok ember, mert nem én mindent, amit megtetszik, amit gondolom, hogy valamikor hozzám tartozott, vagy a családom élő, azt elkezdtem gyűjtögetni. Az iskola már szervezi, hogy az intézmény tanulói osztályonként is megtekinthessék a kiállítást, amely február 28-áig látható a megyei könyvtárban. Győzelemmel kezdte a bajnokság második szakaszát a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Bécsi János együttese az NB1B tavaszi nyitányán az Úszt otthonában nyert 32-26-ra. Pénteken a Mizse KC-t fogadják a nyíregyháziak a Tiszavasvári úti csarnokban.
A bajnokság nyitó fordulójában ősszel hazai pályán 4 gólos vereséget szenvedtek az Ósztóla nyíregyháziak, így a tavaszi rajton a visszavágás vágyával lépett pályára Bécsi János együttese. Az első félidő 14-14-es döntetlennel zárult, a folytatásban aztán ellépett ellenfelétől a harcosan játszó vendégcsapat, és 6 gólos győzelmet aratva értékes 2 pontot szerzett az egyik közvetlen rivális otthonában. Jól sikerült a felkészülésünk, illetve az utolsó héten már konkrétan az Ózra készültünk, és az legutolsó edzőmérkőzést is annak a szellemébe gyakoroltuk és játszottunk, ami az Ószhoz kellett. Én úgy gondolom, hogy sikerült jól feltérképeznünk, videón kielemezni az ő játékukat, és megfelelő taktikát alkalmaztunk. Ez volt a sikernek a titka. A nyíregyháziak kapusa Gadnai Attila is elégedett volt a csapat által mutatott játékkal. Sokat segítettek a társak, védekezésben ott voltak, beálló környéki dolgot megoldottuk, átlövésekből kaptunk kicsit több volt, amit lehetett volna még kevesebbet azokból. Az NB1B keleti csoportját a 20 pontos Balmazújváros vezeti, megelőzve a 19 pontos Mezőkövesdet és a 18 pontos Békést. A 17 pontos Nyíregyháza a 4. helyen várja a folytatást. Bécsi János szerint az ózdi győzelem jó alapot jelent a folytatásra. Remélem jó lendületet fog adni, annál is inkább, mert idegenben hoztuk el ezt a 2 pontot, és egy idegenbeli győzelem mindig hatványozottabb értéket képvisel, de én mindig azt szoktam mondani, ennek az idegenbeli győzelemnek akkor van értelme, hogy a következő hazai mérkőzést is magabiztosan nyerjük. Pénteken fogunk játszani a Lajos Mizsével, az ő játékstílusok hasonlít az Ószhoz, kellemetlen játékot játszanak, alacsony szerkezetű csapatról van szó. Én nagyon bízok benne, hogy ezt a mérkőzést is tudjuk hozni, és akkor elindulunk egy szép menetelésben. A nyíregyházi KC, Mizse KC mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti csarnokban. Mindhárom idei mérkőzését megnyerte a férfi kosárlabda MB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse, így Kovács Tibor együttese 11 győzelemmel és 2 vereséggel a 4. helyen áll a tabellán. A nyíregyháziak hétvégi csongrádi mérkőzése elmarad, így legközelebb február 16-án Mezőberényben lépnek pályára Szavicsék. 3 mérkőzés, 3 győzelem. Ez a Sunshine Nyikse 2018-as mérlege. A nyíregyházi csapat 88-72-re nyert a Meavsz 2 otthonában, majd a békési SSK-t verték 117-61-re Szavicsék. Legutóbb a Vásárhelyi Kossásuli második csapatának vendégeként győzött 74-51-re Kovács Tibor együttese. A Sunshine Nyikse így a Cegléd, a Deac és a Szolnok mögött 11 győzelemmel és 2 vereséggel a 4. helyen áll az NB2 keleti csoportjában. A tavalyi bronzérem után, amikor talán a realitást is felülmúlva szerepeltünk, új csapatunk alakult, és kimondhatom, hogy erősödtünk összességében. Bátrabb terveket fogalmaztunk meg, de a realitás azt mutatja, hogy jelenlegi pozíciónk, hogy az első 4-be kerüljünk, az a realitás, és a rájátszásban bármi történhet. A 13 bajnoki mérkőzésből a 2 hazai mérkőzésünk az fájó. El kell ismerni, hogy adott szituációban jobb csapattól, jobb teljesítményújtó csapattól szenvedtünk vereséget, de minimális volt, a butaságunkon múlott mind a 2 mérkőzés. Egyrészt hosszabbításban kaptunk ki a Szolnoktól egy nyert mérkőzést, 3 pontos előnyről buktunk el. A Debrecen pedig az egy NB1-B és NB1-es játékosokkal megtűzdelt ellenfél volt. Mivel ősszel a nyíregyháziak sok hazai meccset játszottak, a következő hetekben idegenbeli mérkőzések következnek. Ennek ellenére a csapat szeretné megtartani jelenlegi pozícióját a tabellán. Vannak olyan csapatok, ahol elvárt a győzelem idegenbeli mérkőzéseken is, illetve van 2-3 olyan mérkőzésünk, akár Mezőberényt említve, akár Gyulát említve, akár a debreceni mérkőzés is említve, az egyik debreceni mérkőzés, ahol kiki mérkőzés lehet, de ott is azért a realitás az, hogy szeretnénk nyerni. Viszont azok a mérkőzések, ahol hazai pályán az előttünk lévő csapatok, a Cegléd, a Szolnok és az erősebbik Debrecen, oda utazunk, és ott azért nagyon-nagyon nehéz nyerni, de nem adjuk fel. Úgyhogy legalább ilyen mutatót szeretnénk elérni, mint az első fél évben, a 11 győzelem és a 2 vereség, és az már azért szép helyezésre jogosíthat fel bennünket. A Sunshine Nyikse szombaton Csongrádon lépett volna pályára, de a vendéglátók teremgondjai miatt későbbi időpontban játsszák le a meccset. Így legközelebb február 16-án Mezőberényben lép pályára Kovács Tibor együttese. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden.
10%-kal emelkedik a listára a következő hónapokban. Ez a 12%-os béremelésnek, az áram 30%-os áremelkedésének és a búza ár tonnánkénti 7000 forintos növekedésének köszönhető. A szakemberek szerint ez tovább fog gyűrűzni a sütemények és a kenyér árába is, azonban a lisztárának növekedése nem lesz olyan mértékű, hogy azt a fogyasztók sérelmeznék. Éves szinten maximum 600 forintos drágulást tapasztalhatnak majd. Ma már 10 millió forintos mikrohitelt is felvehetnek a mikro- és kisvállalkozások. A Primum Alapítvány az elmúlt 25 évben folyamatosan biztosította ezt a fajta hitelezést a megyében. Ez idő alatt 4500 vállalkozásnak 11 milliárd forint hitelösszeget és több mint 3 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást utaltak. A mikrohitel minden ágazatban népszerű. Három jogi szabályozás is védi a gyesen és gyeden lévő édesanyákat. A munkatörvénykönyve egyértelműen leírja, hogy nem lehet megszüntetni a kismamák munkaviszonyát a fizetés nélküli szabadságuk alatt. A munkáltató ezt mégis kezdeményezi, a munkavállaló kártérítésre tarthat igényt, amelynek maximális összege 12 havi távolléti díj. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták február 6-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is sok lesz a felhő, de megenyhül az idő. Délnyugat felől egy mediterrán ciklon éli el térségünket, így továbbra is nagy nedvesség tartalmú, de a magasban az eddiginél több fokkal melegebb légtömegek érkeznek fölénk. Az éjjeli órákban is erősen felhős lesz az ég, párássá válik a levegő, foltokban köd is képződik. Eleinte hószálingózás, az éjszaka második felében gyenge ónos eső is előfordulhat. A keleti szél többnyire mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben jellemzően borult lesz az ég, de időnként elvékonyodhat a felhőzet. Eső, ónos eső egyaránt várható, az északkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. Egyébként melegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön is borult időre van kilátás, eleinte esővel, amit estétől egyre több felé havas eső, havazás vált fel. Pénteken megszűnik a csapadék, és a hétvégén, a jövő hét elején a változóan felhőség mellett némi napsütésre is számíthatunk, csapadék nélkül. Folytatódik a hideg idő, éjszaka fagypont alatti, napközben kevéssel fagypont feletti hőmérséklettel. A tél végét firtató népi időjárási megfigyelés kötődik e naphoz is. Ha Dorottya szorítja, Júlia tágítja, vagyis a mai fagy Júlianna napjára, február 16-ára enyhe időt ígér.